Sziasztok! Megérkezett azt hiszem a 2019-es év legjobban várt kis gépe, ami nem más, mint a DJI Mavic Mini. Talán, ahogy így olvasgattam a fórumokat, illetve a kommenteket, ez az a kis gép, ami a legjobban megosztja jelenleg a kis drónos közösségünket, mert hogy van, aki egyből oda van érte, és még meg se várta, hogy mi is kipróbáljuk, hogy itthon mit teljesít, hanem csak a bejelentés napján a live videó közben már írta azt, hogy megrendelve. Viszont vannak, akik egy kicsit csalódtak benne. Megmondom őszintén, még én sem tudom igazándiból, hogy mit gondoljak erről a gépről. Még ugyan én sem láttam repülni, mert ez egy teljesen bontatlan csomag. Ugye ígértük azt, hogy megvárjuk a végleges applikációt, és azzal a bétával, ugye, ami keringett ugye a neten, amivel egy-két videó alkalmával ugye ki is próbálták már a gépet. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt kihagyjuk, mert annó például az Osmo Pocket esetén is voltak olyan funkciók, amik hiányoztak, a hivatalosabban teljesen más lett a dolog, úgyhogy azt mondtuk, hogy ezt most inkább elengedjük, és megvárjuk a 11-ét, mert hogy azt ígérték, hogy akkortól lesz ugye kapható a kisgép, illetve akkor lesz applikáció is, de szerencsére ez ugye előtte egy nappal vasárnap meg is jelent. Szóval ez a kisgép nagyon megosztja a közösséget. Az biztos, hogy erre a gépre úgy kell tekinteni, mint a jövő drónjára. Tudom, ez egy kicsit furán hangzik, de maga a gyártó, ugye a DJI, ezzel akarja jövőre abszolút meghódítani a drónos piacot, mert hogy ugye sokan emlékeztek, illetve sokan is írjátok ezt a 250 gram alatti törvényt, ugye, hogy sok országban ez egy játék kategória lesz, és nem kell rá se engedély, van ahol kell regisztráció, van ahol az sem kell. Most hát nem véletlen, mert hogy ugye ez a kis gép 249 gram alapból akkumulátorral együtt, és ugye nagyon sok helyen, például ugye jelen pillanatban Amerikában erre semmi nem kell, simán lehet reptetni, mert hogy játék kategória. Viszont ugye tényleg annyira be akarja tartani a gyártó a jövőbeli szabályokat, hogy biztos sokan tudjátok, mi az az FCC, illetve CE mód. Ugye Sparknál, illetve Mavic Airnél, amik ugye wifi-sek, illetve hát ugye a Mavic Pro-nál is van ez a rendszer, csak ott nem nagyon szoktuk ezt átállítani. A Wi-Fi szabvány ugye Európában gyengébb teljesítményen működhet, és ezért is volt ugye az, hogy a Spark, illetve a Mavic Air is bizonyos helyeken ugye nagyon gyengén teljesített, viszont ezt egy egyszerű applikációval át lehetett verni, és átállította magát a gép egy erősebb sugárzási rendszerre, ugye ami például Amerikában is használatos, és utána már itthon is tök jó el lehetett vele boldogulni. Viszont egy-két legújabb szoftverben, illetve applikáció használata során már ez a megoldás sem működik. Egyre többen írjátok, hogy láttátok a videót, de hogy most szereztetek Sparkot vagy Mavicet, és hogy már nem tudjátok átállítani. Ennek az az oka, hogy a gyártó már ezt szoftveres módon korlátozza. Most itt egy kicsit előrébb mentek ebbe a dologba, hogy ne lehessen őket átverni, és bizony ezt a kisgépet kettőféle távirányítóval árulják majd. Az egyik az Európai Uniós szabályoknak megfelel, a másik pedig ugye a kintinek. Ez azt jelenti, hogy ez a kis gép, ugye ez természetesen ugye a uniós, illetve a magyar törvényeknek is ugye megfelel, tehát ez egy igen gyenge teljesítményen fog működni, és nem lehet majd egy egyszerű applikáció segítségével elméletileg ezt majd felülbírálni. Aztán majd meglátjuk, hogy a szoftveres hackerek majd hova haladnak, és meg fogják oldani esetleg ezt a problémát, vagy tényleg két hardware-rel gyártott a gyártó távirányítót. Ez az egyik, ugye? A másik pedig az, hogy 249 gram, ettől sokan féltek, hogy majd a levegőben hogy fog boldogulni, mert azért tudjuk, hogy például itt van ugye a Mavic 700 gram fölött van, az újak már ugye nagyobb, a Spark is azért ennél nehezebb volt, bár hozzáteszem, mi Ákossal télen egy nagyon szeles zord időjárásban teszteltük a másodjára ugye a Sparkot, de eléggé jól teljesített, viszont itt ettől a 249 gramtól sokan tartotok. Illetve hát most valljuk be őszintén, hogyha ráteszünk egy filtert majd a lencsére, ugye tudjátok, ugye szoktunk használni néha, vagy éppen összefirkáljuk a tetét, akkor már 250 gram fölött leszünk valószínűleg, hogy ezt majd mennyire fogják a rendőrök a jövőben méregetni, meg mindenkinél lesz egy kis mérleg, vagy el fogják hinni azt, hogy majd megmutatom a gépet, nagybetűkkel rá van írva, hogy 249 gram, vagy majd ilyeneket fogunk a
bevikekre is nyomtatni, hogy 249 gramm, na jó, nem ez csak poén volt. Szóval, hogy ez abszolút legális gépnek készül a majd a jövőbeni szabályozásnak. Fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban ez a törvény Magyarországon még nem létezik. Tehát jelen pillanatban, ha valaki egy ilyet vett, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint erre. Tehát 2020. július 1-én lesz majd ebben legközelebb változás, ugye erről most voltunk is egy konferencián, tehát addig ne legyetek abba a tévhitbe, hogyha ezt megvettétek, ezzel bárhol repülhettek legálisan, mert ez jelenleg itthon nem így van. Na de ennyit is előjáróban magáról a kisgépről, nézzük meg, hogy mit rejt maga a csomag. Ahogy említettem, ez egy teljesen új csomag, még ki sincs bontva. Ez egy Flymore kombó verzió, tehát három akkumulátorunk lesz benne. Megpróbálom a dobozt nem átvágni, csak magát a fóliát. Leszemettem róla a fóliát, és ez fogad bennünket. Kapunk egy ilyen kis szürke szütyőt. Ebben benne van a gép, illetve elvileg minden kis alkatrésze. Ami nem tudom, hogy extra, vagy bónusz, vagy hogy nevezzem, kapunk egy 360 fokos keretet a kisgéphez, a beltéri repüléshez. Tehát nem csak így oldalirány, hanem elvileg alul-fölül is lesz, ezt majd föl fogom rárakni. És természetesen ugye a szokásos kis dobozok itt töltővel, használati utasításra, illetve szerintem akkumulátorok vannak benne, vagy legalábbis jó nehéz. És ennyi volt a kis kiürült dobozunk. Amiben még újított a DJI ennek a gépnek a megjelenése során, hogy immáron ez nem a DJI Go, illetve a Go 4 applikációt használja, hanem egy teljesen új applikációt, ami DJI Fly néven található. Na nézzük, mit rejtenek ezek a dobozok. A használati utasítást és ilyeneket azt nem bontanám ki. Aha, így van. Ebben található három darab akkumulátor. Ezek közül majd most csak egyet veszek ki, hogy be tudjam nektek kapcsolni a gépet. Ennek az érdekessége, hogy ez az akkumulátor most nem három cellás, hanem csak kettő. És akik követik valamennyire az FPV világát, például szemüvegekhez, vagy egyes gépek esetén, hogy is mondjam, ilyen ceruzellemre hasonlító cellákat szoktunk használni, ez a 18650-es cellákat használjuk, és ebbe is az van, méghozzá, ha jól tudom, a Samsung által gyártott, ezek laptopokban szoktak például akkumulátorok lenni, és ezt alakította bele a DJI-ba a kis akkumulátorba. Amint látjátok, ugye elengedte ezt a négy pöttyös megoldást, hogy megnyomjátok és mutatja, hogy meddig van feltöltve. Ezt majd a töltőhubbal lehet ellenőrizni, viszont az érdekesség, hogy 30 perces repülési időt ígérnek ezzel a két cellás akkumulátorral. Hát ezt majd egy videó keretében mindenféleképpen meg fogjuk nézni, hogy mi lesz a valóság. Szerintem azért a 30 perc az egy kicsit sok, mert hogyha ez a gép emelkedik, süllyed, jön, megy, halad, küzd a szél ellen, akkor szerintem azért ez jobban fogja enni az energiát, mint mondjuk akár ugye egy mevig. De ha már egy 25 percet tud a levegőben tölteni, akkor én úgy gondolom, hogy az már egy igen szép eredmény lesz. Hát ebben a kis dobozban ugye a töltő van, erre most túl sok időt nem szentelnék. Jöjjön maga a gép. Na. Hát itt van, ezt nézzétek meg. Tehát így. Na, hogy mutassam nektek. Ekkora nincs akkora, mint a tenyerem. Egy nagyon kicsi gép. Így, hogy nincs benne az akkumulátor, így meg tényleg nagyon-nagyon könnyű. De mindjárt kíváncsiságképpen majd, mikor beleraktam az akkumulátort és kibontottam, lemérem, hogy tényleg 249 gramm. Ezt még nem láttam, hogy bárki kipróbálta volna. Itt van hozzá becsomagolt távirányítónk. Itt az említett kis töltőhub, amiben ugye három akkumulátor fér bele.
Én, és itt az oldalán, ha van egy gomb, lehet, hogy teljesen le vannak merülve. Legalábbis nem villan föl egy LED sem. Lehet, hogy nulla energiával hozták, nem majd mindjárt fényderítünk. Illetve van még itt nekünk egy kis dobozunk. Még hiányoznak a töltőkábelek például. Aha. Itt vannak a távirányító és a telefon közé a kábelek. Mert hogy ez a Spark esetében ugye a telefonnal a távirányítóhoz is Wi-Fi-n keresztül kellett csatlakozni, illetve az magához a géphez. Itt viszont már azt a megoldást alkalmazzák, mint a Mavic Air esetében, tehát a távirányító és a telefon kábellel lesz összekötve, és csak utána megy majd Wi-Fi-n. És van még itt egy dobozunk. Ebben nagyon pici lapátok vannak. A lapátokkal is történt egyfajta újítás, mert hogy az összes DJI gép esetén, ugye még nálam a Snail-nél is ilyen rugós megoldással vannak rajta most már a lapátok, tehát ugye rárakjuk, lenyomjuk és elfordítjuk, utána a rugó visszanyomja és ezáltal nem fog tudni leesni. Itt viszont, mindjárt ki is nyitom, csak még a lapátok is össze vannak ragasztva papírra, nagyon cuki. Tehát itt viszont különálló lapátok vannak, és nagyon apró csavarokkal vannak rögzítve a lapátok, tehát nem lehet róla csak így egy tekeréssel majd leszedni. Hogy ez jó vagy rossz, én szerettem ezt a megoldást, hogy akár ha táskába vagy bárhova akartuk bedobni a gépet, akkor csak egy tekeréssel gyorsan le tudtuk szedni. Hát itt már bizony kell hozzá csavarhúzó, amit érdekes módon viszont ad hozzá a gyártó. Kibontam nektek a távirányítót is. Hát a távirányítón semmilyen különleges változtatás nem történt, ugyanaz gyakorlatilag, mint a Mavic Air vagy a Sparknak a távirányítója. Na hát ezt, ha megnyomjuk, két pötty van, ez mutatja, hogy meddig vagyunk feltöltve. Ugyanúgy itt alul vannak elrejtve a stickek. Ezeket gyorsan fel is tekerem. Hát itt annyi változtatás történt, hogy ez tiszta fekete, nem ilyen szürkés, mint ugye a Mavic esetében. Tehát ugyanúgy itt van fölül a fotó, itt a videógomb, és ahogy említettem, ugye kábellel kell összekötni, viszont hiányzik az alsó USB port innen. Ugye ezeknél a gépeknél van, és ez azért jött jól, mert ugye sokan szeretünk tablettel repülni. Ide beraktunk egy tablettartót, ugye akkor valahova ide elén került egy tablet, és egy ilyen 10 centis kábellel, mint ami nekem is van, egy sima töltőkábelt ugye ide bedugtunk alulra, oldalra a tabletbe, és már lehetett is menni repülni. Viszont ez itt nincs, tehát csak az oldalsó csatlakozó maradt meg, úgyhogy ha valaki ezt a megoldást akarja majd használni, akkor mindenféleképpen egy másik kábelt is szerezni kell neki. Hát a minőség, illetve a szokásos dolgok azok ugyanúgy megvannak. És mindjárt meg is nézem, hogy ez a MR1SD25-ös távirányító, ami a weboldal szerint azt mondja, hogy... Igen. Ez a, ahogy említettem, ugye a gyengébbik távirányító, a weboldal szerint 2,4 GHz-en 2 kilométert ígérnek, nem garantálnak, ez fontos, tehát hogy valószínűleg ugye nem fog 2 kilométert elrepülni, illetve 5,8 GHz-en 500 métert ígérnek Európán belül. Úgyhogy majd megnézzük, a szokásos kis repülőterünkre kivisszük, hogy ott mit fog produkálni, valószínűleg az lesz az első videó, mert mindenkit ez érint, úgyhogy ha minden jól megy, majd azután fogjátok csak ezt látni. Ott ugye a Spark 500 méter teljesített, a Mavic Air pedig 1 km fölé ment, és már nem, és még nem szakadt meg a jel, úgyhogy amint az időjárás engedi, ez lesz az első videónk, hogy ezt megnézzük. Most pedig nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy is néz ki az új gépünk. Íme a kis gép, kiszabadítottam egy pár ragasztástól. Sokan tartottatok attól, hogy a
súlya miatt ugye egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, gagyibb hatása lesz a dolognak, mert hogy 249 gram, tehát hogy így eléggé sok mindent ki kellett belőle spórolni. Sokan tartottatok attól, hogy a műanyag az ilyen nagyon, hogy is mondjam, kína is, bár ugye ő is az, de hogy ilyen nagyon rossz hatással lesz rá. Ezt így első fogásra így nem mondanám. Az biztos, hogy nagyon furcsa, hogy egy DJI gép így, ugye most nincs benne az aksi, nagyon könnyű. Tehát így egy kicsit tényleg, hogy megfogja az ember, kicsit ilyen játék hatása van, mert tudjuk, hogy azért nem ez lesz majd önvalójában, de tényleg egy kicsit ilyen furcsa így megfogni egy ilyen gépet. Sokan ugye visszalépésnek tartották azt például, hogy ezek itt elől, ezek nem szenzorok, az csak szellőző nyílás. Tehát valójában a gépben csak itt alul találhatunk alsó szenzorokat, ugye ezek majd a beltéri, illetve a stabilabb pozíciótartás miatt vannak benne. Tehát, hogy ütközésvédelmi szenzor se első, se hátsó, se oldalsó nincs benne. Sokakban felvetődött az a, hát hogy is mondjam, probléma, hogy az ára, illetve valószínűleg a nagyon nagy népszerűsége miatt majd nagyon sokan fogják törni, mert hogy akár olyanok is megveszik majd, akik tényleg csak évente egyszer-kétszer használnák egy selfie erejéig, akár egy tengerparton. És ugye hát nincsen benne ütközésvédelmi szenzor, tehát könnyen neki lehet menni bárminek. Hát ezt majd meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Ami biztos, hogy fejlődés ugye például a Sparkhoz képest, hogy három tengelyes gimbalt kapott, tehát minden irányban stabilizálni fog, illetve ugye a Full HD helyett most már 2,7K-s videót is tudunk készíteni. Itt meg ugye sokan hiányolták a 4K-t. A 4K az egy azért egy jó dolog, mert hogy nem azért, hogy 4K-s feltétlen 4K-s videót készítsünk, de ugye ott sokkal több mindent lát általában ugye a kis gép, és azokba bele lehet zoomolni, bele lehet nagyítani, ugye még egy Full HD esetén ugye ezek nincsenek benne. Tehát hogy ezzel a kis géppel azt fontos megemlíteni, hogy, tehát, hogy ez abszolút egy hobbi gép lesz, tehát nem munkára termett, hanem tökéletes lesz akár egy Facebook, egy Insta Storyhoz, vagy bármilyen ilyen hasonló dologhoz, de hogy nem dolgozni találták ki, ez biztos. Tehát, hogy ez nem is azt a célközönséget célozták meg, azért vannak ezek a technikai tudásai, hogy nem fog valószínűleg messzire menni, cserébe sokat fog repülni, és lesz egy pár okos funkciója is. Ugyanakkor egy-két okos funkciót ki is hagytak, amit már mondjuk megszokhattunk a DJI gépekből, de ezt majd az applikációnál meg is fogom nektek mutatni. És hát ugye itt van a kis három tengelyes kamera, tehát ugye minden irányban stabilizálni fog. És itt hátul kell belehelyezni a kis akkumulátort. Mindjárt meg is nézem, hogy maga a gép mit mutat rá. Hát Így sem mondanám túlságosan nehéznek. Na hát, ez sem világít. Nézzük meg egy másik akkumulátort addig. Közben kimondtattam a többi akkumulátort is. Mindegyiket beleraktam ide a kis helyére, és egyikre sem jelzett semmit. Úgyhogy szépen fel is raktam tölteni a töltőhubba. Érdekes, hogy itt már alapból úgy mutatja, mintha félig töltve lenne. De így legalább fényderül a dologra, hogy ez sem egyszerre tölti a akkumulátorokat, hanem szépen majd sorba kezdi eltölteni. Úgyhogy ugye sokaknak ez fontos, ugye például a Spark azzal a kis lapos töltőhábjával, ő például egyszerre töltötte az akkumulátorokat, még ugye például a Mavic Pro, vagy ugye a Mavic Air, ők egyesével töltötték, ugye mindig azzal kezdte az okos töltő, amelyiket a leghamarabb fel tudja tölteni. Hát valószínűleg, hogy itt is ugyanezt a megoldást alkalmazták. Hát itt van a kis tesó, hát tényleg jóval kisebb. Úgyhogy most megvárom, még feltölt az akkumulátor, és utána fogom nektek megmutatni majd, hogy mit is tud a maga az applikáció. A töltő amúgy semmi különleges, egy 1,5 amperes sima töltőfej van, tehát például akár egy erősebb mobiltelefonnak a töltője is jól hozzá, és utána pedig egy mikro USB-vel lehet ide magába ebbe a kis tokba tölteni. Nagyon jó ez a kis tok, mondjuk elfért volna benne még egy kis 6000 mAh-s akkumulátor, és akkor
még egyszer fel lehetett volna tölteni vele a akkumulátorokat, de majd ilyen biztos meg fog jelenni. Úgyhogy a kisgép az biztos szerintem, hogy baromi népszerű lesz, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fog teljesíteni a repülős teszteken. Most pedig nézzük meg, hogy mit is tud maga az applikáció, illetve hogy milyen okos funkciók maradtak meg a gépben, illetve hogy milyen funkciók hiányoznak. Ahogy említettem, ez egy teljesen új gép, úgyhogy majd a nulláról kell bekapcsolni, tehát aktiválni is kell, illetve minden tényleg a nulláról kell kezdeni. Úgyhogy megvárom, még feltöltenek, és utána folytatom. Amíg töltenek az akkumulátorok, addig még két dolgot ígértem, hogy meg fogok nézni. Az egyik az nem más, mint a súlya, bár nem egy hitelesített mérleggel, csak egy sima, egyszerű mezei konyhai mérleg. És nem úgy 249 a súlya, hanem hát ezen a mérleg szerint 247 gram, tehát 3 grammal alatta lesz elvileg a majd jövőre törvény, ami életbe lép. De csak egy érdekesség, hogy 249 grammot ígérnek akkumulátorral együtt, a japán verzió 199 gramm, mert hogy ott 200 grammos a határ, tehát hogy 199 gramm, tehát az gyakorlatilag 20 deka, tehát semmi. Az azt jelenti, hogy ennek a gépnek még az 1/5-ét valamilyen úton módon kispórolták, hogy a magából a váznak a műanyaga gyengébb, vékonyabb minőségből van, vagy a forrasztás, vagy hogy egyszerűen lövésem sincs, vagy ugye annyival kisebb akkumulátor van benne, de ott spóroltak még 50 grammot, úgyhogy ez a dolog tényleg megállja a helyét. És ahogy említettem, van hozzá egy tök jó kis 360-as védőburkolat, ami így kettő darabból áll. És ezt azt mondják, hogy nagyon jó lehet velem, hogy nyugodtan beltérben is repülni, mert hogy fölülről is, illetve alulról is védve vannak a lapátok, nem csak oldalirányból, mint a többi gép esetén. Na, hát igen, ez tényleg, tehát hogy így minden irányból védi majd a lapátokat. Mindjárt gyorsan föl is rakom, csak annyira becsomagolják mindig ezeket a alkatrészeket, hogy nem csak egy kis matrica, hanem még maga a nejlon is így szépen össze van ragasztva. Nem szeretném így barbár módon széttépni. Na, tehát ebből kapunk kettőt. Mindjárt megnézzük, hogy két egyforma darab-e vagy sem. Ez egy kicsit ilyen masszívabb műanyagból van, nem olyan nagyon vékony azért. Hát kinyitni ugye ugyanúgy kell, mint a nagy meviket. Elsőnek ugye a első lábat, és utána a hátsót így kihajtani. Na nézzük. Akkor nem egyforma a két darab. Na, így már mindjárt jobban passzol bele. És csak így, miután szépen beleültettük, akkor csak így be kell pattintani. Így, ne? Akkor már felrakom a másikat is. Fenn is van a kis védő burkolatunk, fölülről, oldalról, előről, hátulról, mindenhonnan védi. Megnézem, hogy ez így mennyit nyom. Hát így 299 grammos lett a gép, úgyhogy törvényileg, ha ezzel repülünk odakint, akkor jövőre már az sem lesz jó. Vagy hát majd kiderülnek, hogy milyen apró betűk részek lesznek benne. Mert ugye sokan említettétek, hogy nem feltétlen biztos, hogy elég lesz a súly. Lehet, hogy majd lesznek itt ugye magasság, illetve távolságbeli korlátok is, tehát hogy mondjuk lássuk mindig a gépet, nem mehetünk ki látótávolságból, illetve hát majd meglátjuk, hogy az egyes országok, illetve hát legjobban minket ugye a miénk fog majd érdekelni, hogy mi lép majd életbe. A memóriakártyát itt hátul kell belerakni. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindjárt feltölt az egyik akkumulátorom, és utána megnézzük, hogy mit rejt maga az applikáció. Miután feltöltött mind a három kis akkumulátorom, ugye ha megnyomjuk, akkor így szépen jelzi nekünk magán az akkumulátorról, ahogy említettem, már ezt az okos részt lehagyták, itt mindent ez a kis töltőhub intéz. És hát jöhet az első bekapcsolás. Fontos, hogy mind a gépet, mind a távirányítót, illetve mind a mobiltelefont töltsétek föl,
mert aktiválni kell, illetve valószínűleg jön rá egy kötelező első frissítés. Szépen beraktam az akkumulátort. Bekapcsolom a távirányítót. Magát a kis gépet is. Ami furcsa, hogy annyira passzosra csinálták ugye a távirányítót, hogy magát a telefont ki kell venni, például akár egy szilikon tokból is, mert nem fér bele. És erről a távirányítóról lehagyták az alsó USB portot. Nem tudom a Mavic Pro-hoz használt tablettartót használni, mert jelen pillanatban ugye csak ez az egy kábel van, itt egy micro USB van, és nincs olyan kábelem, ami micro USB, illetve egy hosszú lighting csatlakozó. Szóval, ahogy említettem, hát a legelső bekapcsolásnál ugye aktiválni kell majd a kis gépet, és ugye egy teljesen új applikációnk van, ugye Mavic, vagyis DJI Fly névem. Azt mondja, hogy ugye hát a legelső bekapcsolást, ugye majd ezt látni is fogjátok a kijelzőn, jön egy felhasználói feltételek, hogy ezt elfogadjuk, csak rá kell nyomni, hogy igen. És utána ugye be kell jelentkeznünk egy DJI fiókkal, nekem ugye már van a Go 4-hez, ezt el is fogadja, utána jöhet az aktiválás. Az aktiváláshoz szükség van internetre, vagy mobil internet, vagy wifi legyen a telefon. És hát ahogy sejtettem, ugye látni fogjátok, jön is az első kötelező frissítés. Itt nem tudunk nemet nyomni, nem is érdemes, mert egy új gépről beszélünk, úgyhogy itt muszáj, hogy megcsinálja az első frissítés. Ez alatt ne jegyetek meg, a távirányító is, illetve maga a gép is többször újra fog indulni. Ezt most nem várom meg, még végig megy itt nektek. Ezt majd ugyanúgy gyönyörűen ki fogja írni, hogy sikerült, nem egy nagy ördöngőség, és utána pedig, ahogy ígértem, nézzük meg, hogy mit rejt maga az új applikáció. Hát igen, ugye most kikapcsoltam a wifi-t is, meg a mobil internetet is, hogy ne férjen hozzá a nethez, hogy ne jöjjenek be az értesítések, amíg itt az applikációt fogom nektek mutatni. Hát, mit mutat? Kiírja ugye legelsőnek fölül sárgával, hogy nincs benne memóriakártya, illetve jelen pillanatban nincs elég GPS-jel, ezért óvatosan repüljünk. Na, hát nézzük, mit rejt ez az egyszerű kis applikáció. Ugye sokan csodálkoztunk rajta, hogy nem a DJI Go 4-be rakták bele ezt a kis gépet is, mint az összes többit. Valószínűleg azért, mert az annyira egyszerű, és azok a tudások, amik például ugye a nagyobb gépekben vannak, vagy akár már a Spárban is, az ebben hiányzik. Ugye látszik is, hogy a bal oldalt például csak egyetlen egy gomb van, ami nem más lesz majd, mint a felszállásé. Nincsen úgynevezett okos funkciói, tehát nem tud a kis gép követni. Nincs ez a POI, amit már ugye az összes gépnél bemutattunk, nincs waypoint repülés, hanem szimplán a Mavic Airből a quickshotok, ugye ezek az előre programozott kis repülések vannak meg benne, de majd mindjárt erre is rátérünk. Szóval ugye nézzük a bal felső sarkot, látszik ugye, hogy P módban van, ez az úgynevezett position mód, ez a sima GPS üzemmód, itt lesz úgymond közép állásban a gép, ő neki még van ezen kívül kettő üzemmódja, majd ezeket mindjárt megnézzük. Ugye mellette sárgával írja, hogy mi a helyzet, pirossal jelzi, hogy 5 darab műholdunk van, mellette mutatja a wifi szignált, hogy elvileg teljes, ugye az akkumulátorunk 98%-os, ha rákattintunk, mutatja hány fok, mennyi a repülésidő, és itt ugye csak 2 cellánk van, ugye ezt említettem nektek, ezt ugye szépen mutatja, mellette ott az a 4 darab kis vonal, az a hátralévő repülési időt mutatja. Itt eltűnt ez a szokásos felső csík, ugye, amit már megszoktunk a Go 4-ben, hogy számol visszafele. Hát a 3 pöjtre rákattintva
bejön az első, a safety, az a biztonság részleg. A felső az ugye a maximális magasságot fogja jelölni, ezt 500 méterig lehet húzni, maximális távolságot pedig akár ugye ki is lehet kapcsolni, de meg is tudjuk neki adni, hogy meddig menjen. És hát van egy érdekesség, amit észrevettem, ez pedig az automatikus RTH magasság, vagyis ugye ahol magától hazajön, hogyha megszakad a jel. Ez 15 méter, és ebben az az érdekes, hogy ugye már én repültem vele, most csak már így utólag mutatom be nektek az applikációt, hogy én ezt odakint mindig fölhúztam 60 méterre, és valamiért ez mindig visszaáll erre a 15 méterre, úgyhogy erre figyeljetek, hogy minden egyes repülés előtt ezt húzzátok föl. Bár érdekes, hogy itt viszont csak 184 métert lehet megadni neki, de nyugodtan húzzátok fel, éppen attól függ, hogy helyileg milyen helyen vagytok. Lehet ugye a hazatérési pontot frissíteni, és hát megvan a szokásos kalibrálás, ugye az IMU, illetve a kompassz. Az egyik repülésem során ugye az iránytűt kalibrálnom is kellett. Van egy bővebb beállítás, itt van ez a vészlárítás. Ugye többen kérdeztétek, amikor a Mavic 2-vel lezuhantunk az ejtőernyővel, hogy hogy állítottuk le a motorokat a levegőbe. Hát így. Itt van benne ez a kis mód, hogyha ugyanúgy összehúzzuk vagy széthúzzuk a karokat, akkor bizony a levegőbe is le fognak állni a motorok, viszont erre figyeljetek, hogy ha leállítjátok véletlenül, nem fogjátok tudni újraindítani a levegőbe, úgyhogy ezzel ne is próbálkozzatok, illetve ne játszatok. Ezt mi is akkor láttuk, amikor az ejtőernyőt kipróbáltuk, ugye összehúztuk a karokat, elkezdett zuhanni a gép, és utána az applikáció végig azt írta, hogy nem tud felszállni, mert hogy zuhant a gép, úgyhogy ez tényleg zuhanást fog eredményezni. És van a payload mód, hogy ez visszafogja majd a gépet, ezt majd odakint meg fogjuk nézni egy kicsit, és van a Find My Drone, vagyis hogy megmutatja, hogy utólag hol volt az legutolsó repülés, illetve hogy hol volt legutoljára bekapcsolva a gép, és hogy ez mikor volt. Ugye ehhez kiírja, hogy kell neki mindenféle dolog. És hát itt ugye a távirányító, hogy adjon-e információt magáról, ez majd egy másik részben, hogy mi is lesz majd ez ugye a jövőben. És hát van a kontroll beállítás, itt láthatjuk ugye a repülési módokat, ahogy említettem, ő benne háromféle van. Van egy sport, van a P, ugye ez a position, és van a cinematikus, amikor nagyon finom mozgásokat fog engedni a gép, nem engedi majd, hogy berángassuk magát a gépet, ezt majd odakint meg is fogom nektek mutatni. Van a szokásos beállítás, ugye, hogy méter, kilométer, vagy ugye amerikai szabvány, és a gimbalnak kettőféle üzemmódja van. Van az első ugye a sima mezei üzemmód, ugye amikor minden irányba stabilizál, és van az FPV mód, amikor pedig ezt az irányt rögzíti, és nem fogja úgymond stabilizálni, és ahogy dőlünk a géppel, a kamerát is dönteni fogja. Ugye kicsit olyan hatása lesz majd, mint mikor az FPV-s gépekkel fordulunk, hogy megdől a kép. Ez ugye van például Mavic Pro-ban is, ott az a neve, hogy merev szárnyú mód, vagy ugye fix wing, ott akkor kapcsolja ezt be. Tudunk kamerát is, vagyis ugye magát a gimbalt kalibrálni. Be tudjuk állítani magát, hogy a távirányító ugye mód 1, mód 2 legyen, ehhez ugye nem szoktunk nyúlni alapból mód 2, tudunk távirányítót kalibrálni, mert hogy azt is lehet. És itt van egy kis repülési segédle majd. A kameránál hát túl sok beállításunk nincsen, ahogy említettem, ez egy nagyon egyszerű kis gép lesz ilyen szempontból. Szimplán annyit tudunk beállítani, hogy 4, 3 vagy 16, 9. Tudjuk formatálni a most nem létező memóriakártyát. És a bővebb beállításokon belül még annyit tudunk, hogy be tudjuk kapcsolni a szokásos négyzetrácsot, ugye, ami segít középre igazítani akár fotó, akár videónál a képet. Hál' Istennek megjeleníti ő is nekünk, hogy hol ég ki a kép vagy a videó. És hát itt találta ugye, hogy 50 vagy 60 Hz, és ő is képes úgymond az élő képet cache-elni a telefonra. Ennek a méretét tudjuk itt alul megadni, hogy hány giga legyen, illetve automatikus legyen, vagy hogy egyáltalán rögzítse. És hát a távirányítónál itt ugye
a frekvencia ugyanúgy, mint a többi wifi-s gép esetén. 5,8 GHz-en vagyunk jelen pillanatban, automatikus beállításon, tehát nem nyúltam hozzá. Mutatja itt szépen, hogy melyik csatornák a foglaltak, melyik a kevésbé zajos, és ugye ezt ő választja ki. Manuálisan a hercet nem lehet most átállítani. Érdekes. Vagyis, hogy gondolom. Aha, ilyenkor újra akarja indítani a gépet, és csak utána lehet átállítani, úgyhogy most ehhez nem nyúlok. És hát ugye van a... Na, csak újraindította, pedig rányomtam, hogy nem. És hát itt ugye van a úgynevezett információs rész, ugye, hogy Mavic Mini, milyen frissítés van ugye magán a gépen, a távirányítón, illetve maga a No Fly Zone, mert hogy természetesen ugye ő benne is van, applikációba is, hogy melyik verzió van. Az akkumulátor hányszor lett töltve, mert az érdekes, mert azt írja, hogy nulla, pedig egyszer már feltöltöttem őket. Nem tudom, ezt miért nem számolta. Na mindegy, és itt ugye alul meg pedig itt találhatunk ugye a széria számok, ezek számunkra annyira nem fontosak. És hát joggal jöhet a kérdés, hogy hol vannak a fotós, illetve a videós beállítások. Azt mondja, hogy videó esetén sajnos ugye ezzel sokan meg is lepődtetek, hogy semmit nem lehet állítani. Teljesen automatikus módban fog készíteni videót, nincsenek színárnyalatok, tehát hogy ez, amit szoktunk használni, a CineLike, vagy a D-Log, vagy hasonló. Nem engedi megmutatni a beállításokat, úgyhogy teszek bele egy memóriakártyát. Ami számomra egy kicsit, hogy is mondjam, hátrány, hogy csak itt hátul van rajta ez az egyetlen egy picike LED, és itt nincsenek. És van benne ugyan egy ventilátor, de annyira halk, hogy észre sem lehet venni. Na, így, hogy beleraktam a memóriakártyát, így már bejött ez a minimális fotós, illetve videós menü. Hát ki lehet választani, hogy fotó vagy videó legyen. Fotó esetén annyit tudunk, hogy sima fénykép, vagy egy időzített fénykép. Itt be lehet állítani, hogy hány másodperc múlva fényképezzen, ugye el lehet adni a távirányítót, stb. És videó esetén pedig annyi van, hogy 2,7K, ebben van 25, illetve 30 fps, és van az 1080p, ahol pedig maximum 60 fps-ünk van. És ennyi. Ennyi az összes beállításunk. Fotó esetén még lehet játszani itt ugye ISO-val, ugye, amit most ugye állítgatok, ugye itt szépen ugye sötétedik, vagy világosodik, ugye fotó esetén az ISO-t ugye 100-tól egészen 3600-ig lehet állítani. Van shutterünk, és ugye ezt is szépen lehet neki állítgatni. Úgyhogy fotó esetén ennyit lehet, vagy ugye vissza lehet rakni teljesen automatikusra. Viszont ilyenkor tudjuk így a képernyőt tapizni, hogy éppen hova, honnan mérjen fényt. És ugye most rányomok a lámpára, akkor ott ugye minden sötétebb lesz, és az sem fog annyira kiégni. Ha rányomok az asztalra, akkor ide fókuszál, úgymond, és a lámpák kiégnek. Úgyhogy fotó esetén egy kicsit lehet vele játszani, viszont videó esetén nem. Ezen kívül ugyanúgy eltárolja a fotókat, videókat a telefonra, és van még egy quick shot mód, ugye, amit említettem, ez az okos funkciók, viszont ezt nem engedi így a földön megmutatni, hogy mi van, csak akkor, hogyha majd kiviszem, és már a levegőben lesz. Úgyhogy ez egy teljesen egyszerű applikáció. Tényleg nincsen túl bonyolítva, nem lehet nagyon elállítani. Tényleg arra van kitalálva, hogy az ember felszáll, megnyomja, csinál egy tök jó fényképet, vagy egy tök jó videót. Én tényleg, amit hiányolok, az csak az, hogy az első ledeket is kisporolták belőle, mert az első pár repülésem során azt vettem észre, hogy ugye, mivel én picit ilyen világos, ilyen semleges színe van a kisgépnek,
ezért a levegőben elég nehéz észrevenni, mert a többi gép ugye, a Mavic az valamivel sötétebb, a Phantom fehér, ez meg valahogy egy kicsit így pont beleolvad így a így az ég felhőkbe, és így nagyon nehezen látni, és tényleg az, hogy legalább egy-egy picike kis piros LED, mint ugye, ami szokott a lábaknál, mert ez a kis hátsó zöld is nagyon-nagyon nehezen látni, illetve hát pont hátul van, tehát hogy így tolatni kellene ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük. De azt kell mondjam, hogy az első pár repülés alapján abszolút pozitívan csalódtam a kisgépbe. Láthattátok már a távolságteszt videóját, jönni fog még szélteszt, illetve külön ezt a quickshotokat is meg fogom nektek mutogatni. Úgyhogy tényleg pozitívan csalódtam egyelőre a kisgépbe. Tény és való, hogy nincs meg minden tudás, ami mondjuk kellene. Tehát ugye tényleg, ahogy említettem, nem tud követni, nincsenek szenzorok. Viszont a többi tudása megvan, úgyhogy nehéz dönteni, hogy kell az embernek vagy sem. Ugye itt már megszoktunk olyan dolgokat, vagy akár a Spark vagy a Mavic Air esetén, amik, hát nem azt mondom, hogy itt hiányoznak, mert nem feltétlen hiányzik. Mondjuk a szenzort én nagyon ritkán szoktam használni, de mondjuk egy ilyen kis selfie gép esetén esetleg a követés az jó jött volna, hogy valahol sétál az ember, kijelöli magát és csinál egy pár másodperces nittet anélkül, hogy irányítania kellene. Hát itt sajnos erre nincsen lehetőség, és valószínűleg ami most nincs benne a szoftverben, az valószínűleg később sem lesz benne. Ugye az Osmo Pocket esetén hiányoltam én ugye nagyon a live videót, és mindenki azt mondta, hogy majd később lesz, és ugye a mai napig nincsen benne live-olási lehetőség. Az Osmo, vagyis a Mavic Air esetén ugye jöttek az Asteroida mód, mindenki azt hitte, hogy majd ezek is meg fogják kapni, ezek sem kapták meg, csak azért, hogy ugye meg kelljen venni mondjuk a Mavic Air-t. Úgyhogy tényleg nagyon mérlegelni kell az embernek, hogy melyik a jó választás, hogy akár ez, vagy akár mondjuk egy Spark, vagy egy Mavic Air, vagy egy teljesen másik kategóriás gép, az biztos, hogy árban nagyon jó, nagyon sokat repül, egyelőre nagyon stabil, és nagyon jól viselkedik a levegőbe. Hát az, hogy legális lesz-e majd jövőre, akár itthon is, vagy más országokban is, ez majd akkor fog kiderülni. Úgyhogy ha valaki nem látta volna még a távolságtesztet, az nézze meg mindenféleképpen, és nem sokára jön az új repülős videója, addig pedig ne felejtsetek el feliratkozni, és szóljatok a többieknek is, hogy itt vagyunk. Sziasztok!